Monóka egy mintegy 1500 fős község Borsod a Bóz-Zemplén vármegyében. A település szívében található az a 18. század végén épült magas földszintes, kontyolt, nyeregtetős, copf stílusú ház, amelyben Kossuth Lajos megszületett, de a pontos részletek ismeretlenek. Monóka nem volt 1802-ben evangélikus templom, ezért táján keresztelték, ahol 1810-ben egy tűzvészben elégtek az anyakönyvíratok. Később az evangélikus lelkész próbálta pótolni ezeket az iratokat. Kossuth nem tudta pontosan, annyit írt a levelében, hogy talán szeptemberben 16-19 között született, úgyhogy így ünnepeljük szeptember 19-ét Kossuth születésnapjaként. Ebben az északi kertre néző szobában látta meg a napvilágot a család első gyermekeként. A ház közel eredeti állapotban maradt meg, például az a kandalló is látható, amelynél élete első telén melegedett a későbbi államférfi. Bár a család hamar elköltözött Monokról, iskolái Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéhez kötik. Sárospatakról van egy történet, amit mindig elmondunk. Kövis Sándorral, a jogtanárával és Kossuthtal esett meg. Egyszer Kövis Sándor elfeledkezett az órák közötti szünetről, a diákok csendben hallgatták az óráját, Kossuth irányából viszont hallott valami zörgést, azt hitte, hogy unják az órát a diákok, ezért hitványgaz embereknek nevezte őket. Kossuth azt mondta, hogy ők semmi rosszat nem tettek, és azt javasolta a többieknek, hogy addig ne menjenek be Kövis Sándor órájára, amíg a professzor bocsánatot nem kért tőlük. Tényleg nem mentek be, amikor megtudta Kövis Sándor, hogy mi történt, mondta a diákoknak, hogy menjenek be az órájára, majd rendezik a helyzetet. Mikor bementek, kihívta magához Kossuthot, és akkor mondta, hogy országháborító lesz. Tehát hamar kiderültek Kossuth Lajos kvalitásai. Munkásságával hamar a politikai közéletbe került. 1832-től a Pozsonyi Országgyűlésben találjuk Kossuthot, ahol elkezdte írni az országgyűlési tudósításokat Lónyai Gábor kérésére, majd 1836-ban a törvényhatósági tudósításokat úgymond szerkesztette. Ez a városi és a vármegyei gyűlésekről szóló levelekből összeállított lap volt. Sajnos emiatt letartóztatták, ugye napvilágra kerültek problémák, ami nem tetszett a Habsburgoknak. Gazdaági és társadalmi témákat érintő nézetei miatt idővel népszerű politikussá vált. Az első felelős magyar kormányban pénzügyminiszterként munkálkodott. A nevéhez köthetőek az első magyar nyelvű forintjaink, az első papírpénzek, az úgynevezett Kossuth bankók. 1848. július 11-én elmondta az egyik leghíresebb beszédjét az országgyűlésben, amivel megkérte az országgyűlést a 200 ezer fős hadsereg felállításához, és az ehhez szükséges 42 millió forinthoz, amit egyöntetve megadta Kossuthnak. A kiállítás számos eredeti eszközt tartalmaz, például Kossuth Lajos díszkardja és pénzügyminiszteri pecsétnyomója is a vitrínben van elhelyezve. Az 1849-es forradalmi szabadságharc után Kossuth elhagyta az országot, egyedül menekült, a feleségét az Alföldön bújtatták, a három gyereküket pedig Pozsonyban tartották fogva. Innen Magyarországról ő először Vidinbe, Sumerben menekült, majd Kitajába, Törökországba. Utána Amerikában járt 7,5 hónapos körúton, megpróbált támogatókat szerezni a szabadságharc folytatásához. Végül Olaszországban érte a halál 1894. március 20-án. A 130 éve elhunyt politikus nagyságát mutatja emlékezete, hiszen számos közterület viseli nevét. A monoki kiállítás egyébként hamarosan megújuláson esik át.